Itt szó esett egyébként nagyon helyesen a Kalambó csodálatos szobráról, erről, meg néhány még ilyen a rikkancsot, ide venném egyébként Rogán Antal rikkancsát. De van egyébként ilyenfajta látványpolitikája még a fővárosnak, vagy ez még az, nagyon az elején vagyunk ahhoz, hogy ilyen kialakul, és az égető problémákon dolgozik egyelőre? Abban szerintem konszenzus van, hogy ezt a vizuális környezetszennyezést sürgősen be kell fejezni. Szerintem alapvetően más típusú esztétikai érzékek vannak a városnak a vezetésében. Szerintem abban is konszenzus van, hogy nem akarnánk a saját ízlésünket ráerőszakolni erre a városra. Én a Sziszivel kapcsolatban azt azért szeretném egyszer kamerába mondani, hogy én a Sziszi szobrot voltaképpen imádom. Egyébként. Tehát, hogy egy ennyire csúnya szobor, és hogy ráadásul odarakták egy olyan referenciának, ami a magyar történelmet egy gicsfilmen keresztül jeleníti meg, az szerintem iszonyatosan sokat elmond azokról az évekről, amiket most élünk. Tehát, hogy mi a múltunkat egyfajta gicsként éljük meg, amiből így szelektáljuk a pozitív dolgokat, és baromira nem vagyunk hajlandóak emlékezni arra, ami azon akár csak egy azon a rózsaszínen akár csak igen, nekem is valami makulát. Ez jutott eszembe, ez olyan kicsit, mint a Navajo rezervátumban egy Winnetou szobor. De minden esetre ezzel fogjuk folytatni. Nagyon köszönöm, jó. Mi húzunk is el. Okay, további jó mellót, és vigyázzatok a Karácsony Gergőre, mert... Vigyázzunk. Én Parakovács Imre vagyok, és ez a Budapest vad világa. Úgy néz ki, hogy a közeljövőben ezek a általunk kultivált menő helyek és menő arcok mind beköltöznek a lakásukba. A legmenőbb helyek a lakások lesznek. Hova tűntek meg ezek a nagy, nagyszerű... Ja, megvannak, ott vannak, jól van. Ez csodálatos, mert hogy ilyen maszkos illusztrációk voltak a háttérben. Tehát ennyi. Toljuk tovább, aztán lesz, ami lesz. A város azért eléggé kiürült. Tehát azért most van március 17-e, amikor ezt vesszük föl. Látszólag üres a város, de itt azért az a minimális turista pöncögés megvan. Úgyhogy valószínűleg ők még nem mentek haza, vagy nem értesültek a fejleményekről, vagy azt gondolják, hogy mivel úgyis üres a város, akkor ők miért ne sétálhatnának. Egyébként ez mindig logikus volt szociálpszichológiai szempontból, hogy ugye miért van az, hogyha a közös legelő egy tizede jut nekem, és hogyha be a tilosba hajtom a tehenemet, az egész megkapja, akkor milyen előnyök származnak ebből, illetve hogyha ez több, na, stb. Olvasanak hangkis elemért. Nem lehet mással kezdeni a műsorunkat, mint a Hősök terével. Egyébként furcsa módon nem olyan régóta a Hősök tere, csak a 20-as évektől hívták azelőtt mindenhogy, de alapvetően azért a millenáris környékén indult el ez a burjánzás, amit itt látunk szobrokban. Nem állítom egyébként, hogy annak a kornak jobb ízlése volt, mint a mostaninak. Ugye Gábriel Arkangyal a hétvezér, és ott ez egyébként csereszabatos uralkodók a háttérben. Senki sem nézi meg ezeket a tereket, ezek úgy épültek be az agyunkba, hogy már nem vetünk rá igazából pillantást, tehát ki lehetne cserélni ott bármelyik szobrot Tamás Gáspár Miklósra, és a kutya nem venné észre évekig. De hogy a Komcsik meg is csinálták, uralkodó cserék voltak, hogy a Habsburg uralkodókat kicserélték ilyen magyar vezér, Rákóczi akkor került ide, meg Kossuth, de hogy alapjában nem nyúltak hozzá az egészhez, hát rákúrtak egy vörös csillagot, nyilván mint mindig, meg ugye Gábriel Arkangyalt egy kicsit így visszafogták. Ez azért a gics parádénak egy olyan változata volt, ami még nem az úgynevezett annyira szeretett egyébként gics parádé a két háború közül, amit a Fidesz annyira imád mostanában, hanem az egy azt megelőző gics parádé. Egyébként itt egy ivókút volt azelőtt, meg egy ilyen egy sima fút, ilyen artézi kút. De az milyen klassz lenne, még mindig itt lenne. Ez tényleg meghatározza egy generáció ízlését, ami rossz lesz ezáltal. Mert gondoljunk bele, hogy mi van azzal, aki kimegy a lakásból reggel, és elindul bevásárolni Firenzében. Kicsit más térélménye lesz, és egy kicsit más gondol a szépről, meg az egész ízlése valahogy másképp alakul ki. Mindegy, nekünk ez jutott, nem annyira vészet. Például azt szeretem volna annak idején, hogy amikor a Komcsi diktatúra úgy, ahogy lecsengett, hogy akkor meghagyjuk azokat a szobrokat, az összes Lenint, meg a mindenkit, aki volt, és mellé rakjuk az éppen akkori új idájainkat, és így folyamatában lehetett volna látni a magyar történelmet. Úgyhogy mi más tehetnénk, mint hogy a hét vezértől elindulunk a pártaggyűlésre. Megnézzük Münich Ferencet. Hát Münich Ferenc, édes Istenem. Rontása tölt ránk az búg. Ha már történelemként tisztelhetünk valamit, amiben hosszú ideig éltünk, akkor igazából sose tudunk rá történelemként tekinteni.
leszámítva talán Münich Ferencet, még komcsi viszonylatban is egy kiemelkedő geci gazember volt. Tehát ez egyik egy ilyen legsúlyosabb figurája volt, ugye mindig az volt az érv, hogy hát milyen jó, hogy ami Kádárunk elment a szovjetekkel tárgyalni, ugye 56 november, különben Münich Ferenc lett volna helyette, és akkor milyen rossz lett volna. Nagyon fontos részlet nála, hogy végre helyére került, térdig benne áll egy zsák cementbe. Ennek nagyon rég meg kellett volna történnie, valamikor az 50-es évek elején már a Dunafenekén így kellett volna neki állnia, de azért, ami késik, nem múlik. Az a furcsa, hogy én erre úgy emlékeztem, hogy ez is egy örök darab volt, pedig Varga Imre ezt viszonylag későn, 1986-ban készítette Kumbéla emlékére a vérmezőn, meg van ez a vérmezőn állt, és egész jó állapotban fennmaradt, nyilván azért, mert nem kellett sokat a vérmezőn állnia. A hegesztéssel rajzolt arcok, illetve a hegesztés és a történelem találkozása, amikor még az vas és acél országa voltunk, de közben azt láttam, hogy a turisták azért tolják bele az igét, mert hogy mint a fatörzsekbe odavésik néha a nevüket, hogy örökké ott maradjon a Kumbéla vörös katonáik között. Ez olyan nagy, és még mindig nyomaszt valamiért, nem tudom. Akkor is utáltam, de most így valahogy ez a rozsda, meg a fém, meg az a közelisége azért így nem a legjobb emlékeket idézik föl bennem. Csoda, félek, hogy nem viszik haza a darabét a turisták, pedig benne van a lehetőség. Turner elvtárs és Hámán Kató emléktáblája. Tököm se tudja, ki volt Turner elvtárs, de meggyilkolták az ellenforradalmárok 56 novemberében. Osztyapenko elvtárs, nem ott, hanem ez itt. Osztyapenko az Osztyapenko szobornál állt annak idején, ami így nem mond sokat, de ugye a lényeg az volt, hogy a M7-es balatoni kivezető szakaszánál volt a szobor, és ugye strádán nem lehetett stoppolni. Ezért mindig a benzinkútnál vadásztunk autóra, ami az Osztyapenko szobor tövében volt, amikor már a stráda megépült, mert előtte viszont közvetlenül az Osztyapenkónál lehetett stoppolni. Osztyapenko elvtárs ugye hát fehér zászlóval ment a mocskos rohadt nácik felé, hogy tárgyaljon velük, de hát gonoszul agyonlőtték. Volt a legenda akkoriban, azóta ez elég sok ponton módosult. Nem volt nála fehér zászló. Illőttük agyon, nem a németek, nem is volt Osztyapenko elvtárs. Kalasnyikovval ment és tűzharcban esett el Osztyapenko. Ez számtalan változata van a legendának, nem tudom mi a legújabb. De a lényeg az, hogy nekem ugye nyilván a Balatonhoz kötődik, mert hogy rohadt sokat néztem, és ez az a szobor, ami sokkal kisebb most, hogy nézem, mint az. Én úgy emlékeztem az Osztyapenko szoborra, hogy ez egy ilyen rohadt nagy. És nem kicsi. Most jelentéktelennek tűnik, nem elég nagy. Onnan lehet majd észrevenni a változást, hogyha ez a fajta rablókapitalizmus összedől, akkor szerintem Osztyapenko elvtárs ez az első, aki elindul vissza a városba. Meg a kolléga ott még egyel arrébb, igen, ő az az elvtárs elhajtod a törölköződet című szobor, amikor ugye azt látjuk, hogy egy... Na ő aztán nem kicsi. Ha most látják ezeket a képeket, a kapitalisták, akkor remélem joggal rettegnek, mert itt soha nincs átmenet, itt soha nincs normális ország. Tehát ha ennek a kvázi klerikál fasizmusnak vége lesz, ami most van, akkor biztos, hogy jönnek a komcsik, és megint kivégeznek mindenkit, csak ezzel. Ugye ebben az országban két kivenetele van a változásnak. Nép eldönti, hogy mi legyen hamarabb. Tehát az italraktárakat törjük fel, és csak utána pogrom a zsidók ellen, vagy először pogrom a zsidók ellen, és utána törjük fel az italraktárakat. Nagyjából ez a kimenetele minden változásnak. Az biztos, hogy az egyik a kettő közül még az első éjszaka megvalósul, aztán a többiről később döntenek. A tanácsköztárság ez... ott ugye a pogrom az elmaradt. Mindkét magyar szélsőség, hogy mire képes, hát igazából semmire. Tehát azt kell, hogy mondjam, olyan maradandót nem alkottak, de egymás gyilkolászásában eléggé előre haladottak voltak, hát illetve a civilek legyilkolása, ugye mindig ugye zártatlan. Jaj, ezt most... Akár. Azért ez már sok nekem. Elvtársak csak egy helyén marad, de az nézzék, milyen szép kerek. Arra szerintem arra akar utalni a nyeles tojás, hogy egyszer majd a föld egész golyóját ilyen kigyúrt munkás kezek fogják tartani. Most már nem érzem magam biztonságban. Szóval mindesetre ez egy általános munkás mozgalmi emlékeztető volt azoknak, akik a Hűvösvölgyi úton
laknak, hogy nem saját érdemük ám, hogy Hűvösvölgyi úton van négy szobás lakásuk, hanem bizony azt a pár kegyének köszönhetik. Érdekes módon egyébként most is lehetne egy emlékeztetőket kirakni ilyen helyekre, hogy figyelj, te nem azért laksz Budán egy rohadt nagy polgári lakásban, mert olyan tehetséges, okos vagy szorgalmas vagy. Ez ráadásul azért nem is egy ilyen dilettáns alkotás, mert ez Kisfaludi Strobl Zsigmond szoborta meg. Azt látjuk a képen, amikor egyébként nagyon helytelenül a magyar munkás a szovjet katonával jattol. Én csak remélni tudom, hogy azért nem bombáznak is. Mert az mondjuk elég hiteles lenne egy olyan szoborpark, amit így néha megbombáznak. Nézzék meg, ezért bukott meg a kommunizmus. Akkor még nem tudták, hogy lábfejjel kell ilyen izébe köszönni. A háttéren látják, hogy nem zavarnak meg minket a tömegek, hiszen amikor ezt az adást készítjük, hát borotva élen táncol a kijárási tilalom. Ó Istenem, a csúcsra jutottam. Ez a csávó, aki most éppen, mit tudom én, kicsoda országgyűlési képviselő vagy államtitkár, szart sem ér. De ezeket a szavakat, hogyha sokszor elmondja és ezekben megkapaszkodik, akkor mindjárt valaki lesz. Tehát ő lesz az, aki megmondja nekem, hogy mit csinálja. Aki mondjuk tehetséges, szép és hát okos vagyok. És ez az integető erkély, ez az ideális terep neki, mert hogy onnan így nem lehet megrohamozni. Hát a tigris feljön, de az ilyen ideges polgár már nem. Sem a hatalom vágya nem jár át, sem annak a furcsa büszkeség, hogy én most magasabban vagyok. Ott van rendező operatőr lent, kicsi, én itt nagy fent. Nem, egyszerűen nem, ez nem az én műfajom. Jaj, butábbnak kellett volna lenni, hogy ezt élvezni tudjam. Szóval, amit el tudok képzelni, itt ez egy ilyen kommunista tematikájú szabaduló szoba. Ez a hogyan szabadulj ki a kommunizmusból. Ugye itt még egy nem kész, kint járunk, a tribün alatt vagyunk most. Itt van a gyermek Lenin szobra. Ugye a gyermek Leninnél lehetett reggel imádkozni. A Lenin hát ilyen megengedően egy karácsonyfa körül táncoló gyerekcsoport közepén áll, pedig ugye közébük is lövetetett volna. De hogy nagyon finoman ugye ezt megpróbálták rákötni, akkor már a karácsonyt is Leninre. Már ez ilyenkor minden, tehát nem viccelnek, nem hagynak ki semmit. De kint áll egyébként egy szambázó nő, vagy én nem is tudom, hogy ez a melyik táncnak van ilyen mozdulat. Szerintem a klasszikus John Travolta féle mozdulat. Egy nagy fehér kitett gallinos út kell hozzá, tudják. És egyébként nagyon szar zene, és akkor lehet így mozogni. Az arca bazd meg. Ebből a szögből látszik, hogy ő is kurvára meglepődött azon, hogy Isten, hogy csinál itt ilyen izébe, hülye ruhába és egy bronzból. Szóval nyilván mi is akkor kezdtünk el a közterekkel foglalkozni, amikor lassan közterek már nem lesznek. Hát ahol ilyen például szobrok állnak. Ő Szélkálmán, teljesen mindegy, ki volt Szélkálmán. Abból a szempontból, hogy egyetlen egy dolog biztos ez alapján, a szobor alapján, hogy nagyon közeli rokona volt Miki Egérnek. Amikor felavatta egyébként a Varga Mihály és Tarlós István ezt a szobrot, véletlenül pont erre jártam. Már akkor is eléggé, hát hogy is mondjam, kérdőjelesnek tűnt a szobor esztétikája. Nem volt egy rossz csávó Szélkálmán. Deák Ferencnek volt a veje, meg úgy tök úgy benne volt. Nem, tényleg nem csinált nagy balfasságokat, de akkor sem érdemelte azt, hogy egy ilyen iszonyú kínos szobrot kapja. Kard az kell neki, mert most mindenkinek kard kell. Nyilván azért annyira ő sem volt hülye, hogy így járjon az utcán. De ez egy csak része annak az emlékezett politikai roncsolásnak, amit a mostani hatalom véghez visz. Kalambó. Puskás öcsi dekázgat a Kolosi téren, egyik kínosabb, mint a másik. A egyetlen egy köztéri szobor, amit nagyon szerettem volna, ha benne van ebben a magazinban, ám de akkor már ugye elkezdődött ez az őrület járványügyileg, és a igenis kapitány nem tudta vállalni egyértelműen, hogy megközelítsük, az a Sisi szobor. Szeretjük, hogy a diktátor feleségét egy kicsit szeressük. Mondjuk az Erdogan feleségét. Ugye itt az a meta benne, a rettenetesen meta, hogy ugye ez nem Sisiről készült, ez az alkotás, nyilvánvalóan, hanem a Sisi filmben Sisit játszó színésznő Sisiként ábrázolása. Hú, de ezek a sziszegős hangok, mennek ezek egyáltalán? Mindegy, hogy tehát, hogy ez egy ilyen metagics. Teribe is szarja egyébként a madásteret, mert hogy az egy viszonylag jó építészeti helyszín volt. Tehát végtelenül gusztustalan alkotás, mint a többi is egyébként, ami most ebben a korban született, de ez nem azért, mert a politikai üzenete vállalhatatlan, felmentő, primitív magyarázkodás, hanem azért, mert hogy egyszerűen egy gusztustalanságnak az örök életre, idézője, nyilván kvázi örök életre van szó.
való ilyen bebetonozása. Úgyhogy ezt akartuk még beletenni a blogba, és most remélem, hogy is került ezáltal. Elnézést a körülmények miatt, de hát itt nem professzionális beszélésen működünk, csak a klasszikus saját cuccokkal. Úgyhogy ez a sziszi szobor, ami még ide kívánkozik.